Tekintettel arra, hogy éppen kerek 30 éve lett várostolna, a Városnapja idei hétvégi rendezvénysorozat diátadó központi ünnepségén Appelshofer Ágnes ünnepi beszédében egy kicsit bővebb településtörténeti visszatekintést tett, majd napjainkról, az elmúlt 5 év látványos sikereiről, fejlődéséről is említést tett. Volt, hogy a település népessége Budával és Pesttel vetekedett, és az is előfordult, hogy szinte teljesen elnéptelenedett. Dicsőséges és dicstelen évek, évtizedek váltották egymást, de a lényeg több mint 1000 év alatt nem változott, a nehézségeket mindig sikerült legyűrni, és mindig volt folytatás. A megújulás, az újrakezdés képessége mindig benne volt az itt élőkben, amit bizonyít a település évszázadok alatt többször is megváltozott státusza. A gazdasági és társadalmi potenciál átmeneti csökkenését mindig követte fellendülés. Tolnának újra és újra sikerült kivívni a városi rangot, legutóbb harmadszor, immár Mözzsel együtt, éppen 30 évvel ezelőtt. A mindenkori tolnaiak és mizsiek erőfeszítéseinek köszönhetően pedig most, 2019-ben is itt vagyunk, a város ma is létezik. Sőt, úgy vélem az elmúlt 4-5 év településünk történetében a fényes korszakok közé tartozik. Ilyen sok és ilyen jelentős fejlesztés viszonylag rövid időbe sűrítve ugyanis megítélésem szerint nem zajlott még a településen. Mindezt úgy tudtuk megvalósítani, hogy közben az önkormányzat anyagi helyzetét végig stabilan tartottuk, a közszolgáltatásokat megfelelő szinten biztosítani tudtuk, a helyi vállalkozások gyarapodtak, a város vagyona nőtt, a tolnaiak és a mözsiek jelentős részének életszínvonala emelkedett. Az ünnepi beszédet követően került sor a város legrangosabb kitüntető díjainak átadására, ehhez méltó ünnepélyes külsőségek közepette a művelődési házban. Az év tolnai civil szervezete díjat az idén 18 éve működő Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület kapta, az elismerés dr. Szilák Mihály elnök vett át. Az év tolnai vállalkozója elismerést Frankowskiné Komlósi Ritának, a Ritalia Travel Kft. Alapító ügyvezetőjének adták át. A Tolnaváros kiváló közalkalmazottja kitüntetést Hercig Lászlóné, a Tolnai Vosinski Mór általános iskola igazgatója, valamint Szalai Lászlóné, a Tolnai Családsegítő Központ szociális gondozója érdemelte ki. A Tolnaváros sportjáért kitüntető díjat a tavalyi megyebajnoki címet szerzett Tolnai Városi Futballklub felnőtt labdarúgó csapatának ítélte oda a képviselőtestület. A díjat Weber Tamás elnök vette át. A Tolna Városért kitüntető díjat az 1810 óta folyamatosan működő Tolnai Kékfestő Műhely, illetve a várost 2006 és 2014 között irányító dr. Sümegi Zoltán posztumusz polgármester kapta. A műhely díját Horváth Tibor, a posztumusz kitüntetést Sümegi Etele, dr. Sümegi Zoltán legkisebb gyermeke vette át. Ezek a kitüntetések egyfajta életműdíjként is felfoghatóak, hiszen valamennyi díjazott munkásságával hozzájárult és hozzá is fog járulni Tolnaváros gyarapodásához, fogalmazott a polgármester asszony. Még Sümegi polgármester úrral gondoltuk azt közösen, hogy egy napra kéne ezt sűríteni, hiszen lássa azt mindenki, hogy kik azok, akikre büszkék vagyunk, hiszen minden kitüntető díj valamiképpen hozzátesz a város fejlődéséhez. Én azt hiszem, hogy ez a legszélesebb nyilvánosság annak, amikor valóban ők is érzik ennek a fontosságát. Tehát én azt is fontosnak gondolom, hogy ne csak egy testületülésen nyomjunk a kitüntetettek kezébe egy oklevelet, meg egy érmet, hanem legyen ez egy olyan ünnep, amikor a várost is és őket is ünnepeljük. Az idén is több ajánlás érkezett. Persze, aki most nem lett díjazott, az akár már jövőre az lehet.
Nyilván a képviselőtestület mérlegel, de én azt gondolom, hogy kell azért még, hogy hagyjunk puskaport az elkövetkezendő időszakokra is, és én azt gondolom, hogy mindig minden lehetőséget meg fogunk ragadni, hogy azokat az embereket, akik kimagaslót alkotnak ebben a városban, azokat elismerjük.